Hey, Sheldon to Rico. Ah, I should have figured you'd survive. What do you need? Sziasztok, Gergyi vagyok, és a következő néhány percben én fogom nektek bemutatni a Just Cause 3 című játékot. Az Avalanche Studios még 2006-ban mutatta be a játék első részét, amelyben megismerhettük Rico Rodriguez különleges ügynököt, aki azt a feladatot kapja az egyszerűen csak ügynökségnek hívott szervezettől, hogy utazon el San Espirito szigetére és ott döntse meg Salvador Mendoza diktatúráját. Miután ezt méretes pusztítás kísérletében teljesítjük, a második részben már Panau szigetén kell hasonló mutatványt bemutatnunk, csak akkor éppen Pandak Panai uralmát kell megdöntenünk. Idén pedig elérkeztünk oda, hogy a játék immáron trilógiává bővült, megérkezett a Just Cause 3, amelyben, mint az első két részben most is Rico Rodriguez különleges ügynök bőrébe bújhatunk, nem ezúttal nem egy vadidegen világot kell felszabadítani, hanem éppenséges saját szülő otthonát, Medici szigetét. A történet azzal kezdődik, hogy repülve megérkezünk a szigetre, amit annak rendje módja szerint a mi kedves barátunk Sebastiano Di Ravello diktátor kislőbe talulunk. Mi viszont speckó ejtőernyők segítségével leereszkedünk a szárazföldre, ahol mindjárt találkozunk is gyerekkori barátunkkal Márióval, és miután kiúztuk a csávából, ő elmeséli nekünk, hogy hát a sziget lakossága nem éppen van kibékülve Di Ravello diktatúrájával, ezért mi felajánljuk neki a segítségünket. A segítségünk pedig elsősorban abban nyilvánul meg, hogy mindent elpusztítunk a szigeten, amit csak érünk, bármilyen ironikus is ez. Ehhez egyébként három dolog áll igazából rendelkezésünkre, egy kisebb arzenálnyi fegyver, mindenféle rakéták, mesterlövészpuskák, géppisztolyok, stb. Ezekből egyszerre mindig csak kettőt hordhatunk magunknál egyébként, illetve mindenféle járművek, legyen szó szárazföldi, vízi, illetve légi járművekről, most éppen a képen is látható, hogy éppen egy vadász helikopterrel osztom az áldást más helikopterekre, illetve egy ellenséges bázisra. És ami a legérdekesebb a három közül, az a kezünkre erősített, és már az első két részből is jól ismert különleges kampus kütyű, amivel pókember módjára, vagy éppen Tarzan módjára, akinek még szimpatikusabb, ugrálhatunk, illetve himbálózhatunk egyik pontról a másikra. Ezt pedig össze is tudjuk kombinálni a bármikor szabadon kinyitható ejtőernyőnkkel, és így gyakorlatilag úgy is áttehetjük az egész szigetet, hogy le se tesszük a lábunkat a földre. A szigetet egyébként úgy tudjuk feloldani, illetve felszabadítani Di Ravello uralma alól, hogy felszabadítjuk a különböző zónáit. Ugyanis a sziget kisebb-nagyobb zónákra van bontva, amelyek több város, illetve katonai bázisokat, egyéb létesítményeket foglalnak magukba. Ezeket pedig szép fokozatosan tudjuk felszabadítani az uralma alól. Méghozzá úgy, hogy mit tudom, elmegyünk a városba, és ott különböző feladatokat kell végrehajtanunk. Transzparenseket elpusztítani, hangos bemondókat felrobbantani, akár a rendőrségről kiszabadítani az ott fogvatartott ellenállókat és hasonló feladatok. Ha pedig ezeket végrehajtottuk, és minden egyes zónát, illetve minden egyes a zónán belüli területet, illetve létesítményt feloldottunk, akkor a zóna is az ellenálló kezére kerül, és ott már nem érhet minket baj. Amint már említettem, a Just Cause 3 követi az első két rész hagyományát, vagyis a rombolást egyetlen egy dologgal lehet felülmúlni, mégpedig rombolással. És mindezt eszméletlenül látványosra sikerült megcsinálni a játék a fejlesztőknek, ugyanis hát önmagában a játék már önmagában is nagyon-nagyon jól néz ki, viszont mindezt megspékelve azzal, hogy minden rombolható szinte a térképen, illetve az összes létesítmény, az összes jármű, mindenféle ilyen dolog elpusztítható, és ez tehető nagyon-nagyon látványos effektek kíséretében, ez már önmagában elég hangulatos tud lenni. És itt azért hozzá kell tenni, hogy manapság nagyon sok olyan játék van, ami fölkínálja a hasonló mértékű rombolhatóságot, csak cserébe az általában meg szokott látszani a látványvilág minőségén is. Itt szerencsére ilyesmiről szó sincs. Az én ítéletem, illetve az én értékelésem szerint, vagy az én véleményem szerint a Just Cause 3 kimondottan megállja a helyét, és abszolút nincs okunk a látványvilág terén panaszra. Amire viszont van panasz, vagy lehet panasz, az a játék teljesítménye néhol. Én PlayStation 4-en játszottam a játékkal, és a konzolon is tapasztaltam nem egyszer, nem kétszer komolyabb framerate droppokat, mert főleg különböző robbanások és pusztítások során. PC-n ez komolyabban előfordul, de remélhetőleg ezt a fejlesztők majd patchok, frissítések formájában orvosolni fogják. Nagyjából ennyit tudtam így hirtelen elmondani szűk 5 percben a Just Cause 3-ról. Én azt mondom, hogy mindenkinek, aki teheti, érdemes kipróbálni, ugyanis
nem csak azért szórakoztató, mert pusztítottunk benne, hanem azért is, mert mindent leromboltunk benne. Ez elsőre talán nem tűnik túl változatos, illetve magával ragadó dolognak, de valójában hosszú távon is egész szórakoztató tud lenni. Szóval mindenki próbálja ki, aki teheti. Sziasztok! Years in the making. Our inability to protect Malaeia was easily predicted. It will be a trifle to recapture, but... The loss of Vis Electra. That is a failure. That must not go unpunished. Right. Rico Rodriguez has returned, born of the same fire that gave rise to my reign. Soon, the world will know the extent of my power.